Szeretettel köszöntöm ismét a Karcefem stúdiójában Schwarzwölder Ádám történészt, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár Tudományos Munkatársát. Szél Kálmán útját követjük. Ugye, ahogy őt emlegették, annak idején Magyarország vezérigazgatója, és ön a doktori értekezésében a miniszterelnökségig vezető útját követte. De hát mi még ott tartunk, hogy, és ez nagyon tanulságos szerintem, mert ennek a kornak a politikusairól valahogy úgy, úgy átugrunk rajtuk, és nagyon érdekes, érdekes és tanulságos az életútjuk. Eljutottunk egészen odáig, hogy pénzügyminiszter volt, és el, most következne majd, hogy a lemondásának körülményei, de azt hiszem érdemes lenne röviden összefoglalni, hogy mi volt, mik voltak a pénzügyminiszterségének az eredményei. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm az újabb meghívást és a lehetőséget. Mi és köszönjük, és hogy eljöttünk. Hogy a folytathatjuk a, a beszélgetést. Igen, én is azt gondolom, hogy így Fele, fele, érdemes talán feleleven itt, hogy hol is hagytuk abba a legutóbbi adásnak a végén. Most, igen, Mert ugye a Szélkálmán a, a, szél Kálmán, uh, pénzügyminisztersége, a uh, tehát ugye a Szélkálmán azon uh, pénzügyminisztereknek a szerintem nem túl hosszú listáját növeli, vagy erősíti, akik uh, úgy maradtak viszonylagos népszerűek, viszonylagosan népszerűek, hogy adót emeltek és megszorításokat fogalmatosítottak, és valamiért ugye az ilyen pénzügyműszereket az általában nem szoktuk szeretni, de valahogy szél nagyon ügyesen, tehát arra is mindig is úgy fektetett, hogy, hogy elfogadtassa, megértesse a, a kor viszonyaihoz persze a, a a közvéleményt, a szélesebb közvéleménnyel, a, az ő intézkedéseinek a szükségességét, hogy, 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 az ő intézkedései még mindig a kisebbik rosszat kevésbé rossz alternatívát jelentik. alapvetően az 1875 és 1875 március és 1878 szeptember közötti pénzügyminisztersége alatt Szélkámán egyrészt éssze, szigorú, de észszerű megszorításokkal, adóreformokkal, adó emelésekkel, illetve új adónemek bevezetésével, valamint a magyar államháztartást nagyon megterhelő, államkölcsönöknek az átkonvertálásával ha nem is szüntette meg, de kezelhetővé tette az államháztartási hiányt. Amikor ő 1875 elején átvette a pénzügyminisztériumot, akkor az 1874-es költségvetés az egy 61,5 millió forintnyi hiányjal zárult. Amikor Szél 1878-ban átadta, akkor 27 millió forint hiányjal zárult volna a költségvetés kalkuláció szerint, illetve hát, ha ebben nem számoljuk bele a bosznia hercegovina okupációjával kapcsolatos költségeket, amelyek még további 32 milliót róttak majd 1978-ban a Magyar államháztartással, és akkor itt majd, majd folytathatjuk is a lemondással kapcsolatban. Tehát ha az okupáció költségeit nem számoljuk bele, normál esetben szél úgy tervezett, hogy 27 millió forint lesz a hiány. Tehát 64-ről, 61-ről 27 millió forintot csökkentette, tehát felére csökkentette durván az államháztartási hiány, tehát nem szüntette meg, de kezelhetővé tette. És alapvetően egyébként az általa meghozott reformoknak a gyümölcsei, ő maga is így gondolta, azok a későbbi években értek volna be igazán. Tehát egy, egy fejlődő pályára állította, úgymond az állami pénzügyeket. A, a lejtmenet, tehát azt is sikerült megfordítani, és egy fejlődő pályára állítani. Éppen ezért, mert egy sikeres. tekinthet ez a korszak, és a viszonylagos népszerűségét is meg tudta őrizni szél, pedig hát ugye az akkori kormányban, akkor már Tisza Kálmán miniszterelnöksége mellett viszonylag nagynevű miniszterek is voltak, elég ha csak a Trefort gondolunk, vagy a későbbi miniszterelnökre, vagy a Szapári Gyulára. Tehát a minisztertársaival szemben is meg tudta érezni tekintélyét, a szabadelvű párt pénzügyi szempontból egyik erős emberének számított szél, ezért is lepett meg sokakat. Ő, ő valahogy még erre is pozícionálta magát szerintem, illetve az ön tanulmányából ezt mondtam le magamnak, hogy nagyon figyelt arra, hogy őt egy ilyen pénzügyi szaktekintélynek tartsák, abban az időben nem sokan foglalkoztak ezzel a témával, ő pedig ebbe beleásta magát, nem tudom, hogy jól láttam. -e. Abszolút, abszolút, és erre amennyire emlékszem, utaltunk is korábbi adások, amikor az ő karrier indításáról Igen. beszéltünk, hogy ugye egyrészt, hogy ő, ő, tehát a, a, az a szakértelem, amivel ő rendelkezett, az, az nagyon, mondjuk úgy, hogy hiánycik volt az akkori politikai elitben. Uh, ez mértenre ráadásul ő is mindig nagyon jól pozícionálta saját magát, hogy mikor szólaljon fel pénzügyi szakértőként, tehát uh, egy olyan pénzügyi szakértőként, aki mellesleg politizál, vagy mikor uh, húzon olyan, uh, mikor öltse magára olyan szerepet, amikor egyébként egy politikus, aki mellesleg a pénzügyekhez is ért. Tehát, uh -huh. hogy uh, ez, ezeket a szerepeket ügyesen... Uh, cserélte, és hát az akkori korszak mércejével mérve, most mai, mai szlengel azt mondanák, hogy ügyelt a PR-jára uh -huh. <laughs> egyébként. A kor az miért egyébként igen. Tehát Szél mindig hangsúly fektetett arra, hogy, hogy, amit csinál, azt, azt, azt jól is kommunikálja, vagy, vagy jól is adja el. Na tehát épp ezért lepett meg sokakat, egyébként, hogy 1878. szeptemberében ez a Szél Kálmán, aki, ha szerette volna, valószínűleg még nagyon sokáig ülhetett volna a pénzügyminiszteri székben, viszonylag dacos módon, sértődötten tulajdonképpen eldobta a tárcáját, a pénzügyminiszteri tárcát, és itt ebben alapvetően az játszott a főszerepet, hogy az osztrák-magyar monarchia megszállta Bosznia-Hercegovinát, és ez ugye a katonai művelet az komoly pénzügyi terheket is rótt az állami Fölvetette ezt, hogy ez mennyibe kerülhet, és hogy ez finanszírozható-e, vagy őt is megdöbbenéssel érte az, hogy mennyit, mennyi pénzt igényelne ez pluszban? Hát itt, e, itt fokozatokról érdemes beszélni egyébként. Tehát ugye azt már nagyon régóta tudjuk, hogy a háborúhoz a ami szükséges a három dolog az. az a pénz, a pénz és a pénz. Na most ugye Bécsben, de ez már a török háborúk, meg a napoleoni háborúk, meg, meg az 1850-es évek olasz egység, tehát az 1859-es háború, meg 1866-os háborúval kapcsolatban is, ugye Bécsben, hát mondjuk pénzből hiány volt, illetve pénzből sem volt túl sok, és hát lehetett volna egy kicsivel több pénz is. Tehát itt is alapvetően ennek anyagi vonzata az már, már a kezdeti időszakban aggasztotta a politikusokat, amikor még csak tervezték, vagy felkészültek arra az esetőségre, hogy itt okupáció, hogy, hogy nem is az okupációra, hanem egyáltalán arra, hogy a monarchiának fegyveresen fel kell lépni a Balkánon. Hiszen a Balkánon tulajdonképpen ekkor már évek óta kisebb-nagyobb intenzitással, hogy dörögnek a fegyverek, Um, ugye Bosznia-Hercegovinában, ez egyébként két tartomány, tehát Bosznia és Hercegovina, az egy két uh, oszmán uralom alatt, a török birodalomhoz tartozó uh, tartomány volt. Még jobban, uh, tehát ezek a területek mondjuk úgy, hogy rendesen török országhoz, vagy Isztambul irányítás alá tartoztak, tehát nem rendelkeztek uh, azért ekkor már olyan szét, tehát például a Szerbiának, a, 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 a ekkor már szinte önálló államként tekinthetünk rájuk, tehát névleges a, a, a török uralom, bosznia hercegovinában nem. Egy etnikailag és vallásilag is nagyon kevert terület. Számszerűleg ugye a muzulmán vallású, hát sok vannak többségben, akik még nem feltétlenül úgy gondolkodtam magukról, hogy ők bosnyákok, de ők, ők vannak szemszerű többségben, de hát szintén nagyon sok az ortodox vallású szerb, akiket ugye. És hát ugye a római katolikus délszlávok is éltek, uh, inkább Zömmel-Hercegovinában, akiket ugye meg, meg ugye horvátokként tekintünk. Ugye a horvát felfogás szerint a minden római katolikus délszláv az horvát. Uh -huh. <laughs> az akkori szerb felfogás szerint, meg, akik a környéken élnek, ortodox délszlávok, azok meg szerbek, ugye? No, uh, hát ugye a török uralom ellen uh, egy felkelés indul már 1875-ben amelyet ugye a szerbek, a szerb fejedelemség igyekszik ugye, burkoltan támogatni. És a törökök hol kisebb-nagyobb sikerrel szállnak szembe ezekkel a felkelőkkel. Aztán nyílt háborúra is sor kerül ugye Szerbia és Isztambul között. A, amelyben a törökök Jól állnak, nyerésre állnak, és ekkor ugye a, a pászláv testvériség, illetve az ortodox vallás védelmének a címszavával, de hát nyilván saját külpolitikai érdekei, jól, jól átfontolt külpolitikai érdekei miatt is Oroszország a cári birodalom belép ebbe a háborúba, és megtámadja Törökországot. És a cári sereg igaz, hogy nem annyira könnyen, mint tervezték, tehát ott is ugye azt hitték, hogy nagyon könnyen el fognak ők masírozni. Isztambul falai alá. Aztán ugye az Ahadunánál is már nehézségeik voltak majd a Plevna erődjénél. Az, hogy a Balkárhegységen átkeljenek, az, az kulcsfontosságú volt a mai bulgária területén álló, észak bulgária területén álló Plevna, amely erődött a törökök nagyon hősiesen védték, aztán ugye a Sipkaszorosban is nagyon hősiesen heltáltak, tehát nagy véráldozatok és nehézségek állán, de az oroszok maguk alá gyűrték törököket, teljesen összeomlott a török katonai ellenállás. Az oroszok már pár kilométerre voltak Isztambul falaitól. Ez a San Stefano? Vagy, Előtti mi, a, mi, a mi, San Stefano. A és, és, ugye, és, ugye, ekkor a törökök bedobják a törölközőt, fegyverszünetet kérnek, és akkor ebből lesz majd a San Stefanoi hát béke, amit az oroszok ráerőltetnek a törökökre. Na most ez, tehát a cár kajnyújtás van attól, hogy elődjeinek az évszázados álmát, hogy a Boszporusz és a Dardanellák megszerzését, és hogy ezzel meleg tenger, nem, csak, hogy, nem csak, hogy meleg tengeri kikötő, hanem hogy az, hogy a, a, fekete tenger az ne egy ilyen orosz kis bel, medence legyen, hanem hogy a földközi tengerre szabad kijutás nyelve, hogy ezt az álmát hogy megvalósítsa az elődeinek. Illetve hát ugye 1450, tehát a Konstantinápoly, illetve Isztambul, ugye 1453-as török kézre óta, ugye Moszkva a, a, keleti kereszténységnek úgymond a fővárosa. És ugye, hogy e tekintetben is ugye egy ilyen, ilyen eszmei célként, hogy visszafoglalni a régi ortodox, szia vagy az ortodox kereszténységnek ugye a, a központját, ezek évhezados orosz, or orosz célok. Csak hát ez a nyugat-európai hatalmakat nagyon-nagyon nyugtalanítja, sőt, kifejezetten a, már a vészharangot verik különösen Londonban. Ugye a britek az éppen, akkor még hát nem azt mondom, hogy vadi új, de még nagyon új szuezi csatornától olyan távol tartanák az orosz flottát, amennyire csak lehet és ahogy az 1850-es évek közepén a krími háborúban nem hagyták, hogy az oroszok legyőzzék Törökországot, ugye ott a franciák, a britek és a szárt Piemonti királyság. Ugyanúgy most is, és sorban a britek egyelőre csak diplomáciai erőfeszítéseket tettek az oroszok elszigetelésére, és minden áram annak megátlására, hogy a tengerszorosok közelébe jussanak, és azért biztos, ami biztos, a brit flottát ugye az akkori, tehát azért az akkori virág szuperhatalma az, azért az Nagy-Britannia. Igaz, hogy szárazföldi hadserege az, az, hagyományosan ugye nem annyira erős, mint a kontinentális hatalmaké, de azért a bolygónak majdnem az egyötöde brit uralom alatt van. Tehát azért, ha nagyon kell, akkor azért tud embereket mozgosítani. De hát ugye maga a flotta az az, ami kifejezetten rettegett, hogy a brit flotta, és ezt bevezélik a márvány tengerre, uh, ahonnan az orosz szárazföldi ágyuk meg a brit hajó ágyuk farkas szemet néznek a Boszporuszban és a Dardanellákban. Tehát alapvetően van egy háborús feszültség. Uh, és egyre egyértelműbb az, hogy a, a törökök, az oszmán birodalom, uh, tehát olyan, az oszmán birodalom számára olyan forgatókönyv nem nagyon van, ami szerint hatékonyan fönn tudná tartani a hatalmát Boszniában és Hercegovinában. Tehát keletkezik itt egy hatalmi vákum, és hát elsősorban a monarchiát, de másokat is foglalkoztat, hogy akkor, akkor mi lesz itt. A monarchia külpolitikai és katonai vezetésében erre vonatkozóan több alternatíva is megfogalmazódik. Ugye, ugye a katonák azok alapvetően mindig háborúpártiak, a diplomaták azok meg mindig ugye tárgyaláspártiak. Ugye a, a katonai vezetése a monarchiának az már régóta mondogatja, hogy mondom, Dalma, a, a dalmáciai partszakasznak, ugye a Dalmácia az a napoléni háborúk utántól osztrák ta, Habsburg terület, nem Magyarországhoz tartozó, hanem ugye a, a monarchiában és a Ciszlajtán, Ausztrián, Ausztriának az egyik tartománya, a Dalmácia. Ez a keskeny, ugye földparti. És és de, ennek, vagy, ennek, ennek, a hátországát meg kellene és, és ennek, olyan, hogy a százalszföld felől nem igazán védhető, főleg úgy, hogyha ugye Bosznia hercegovina ne hagyj Isten szerkézre kerül. Ugye ez, 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 volt az igazán nagy félelem, ami már a külpolitikusokat is, tehát a külügyminisztert, András Gyula Grófot is nagyon aggasztotta, aki az ugye a, a, az ország magyar monarchia Kőpolitikájában itt a balkáni, Balkán felé való aktivitást, azt azért már a monarchia kezdett, tehát a dualizmus, tehát a kegyedés utáni első években is uh, alapvetően igyekeztek magyar szájízek szerint alakítani Bécsben, és úgymond, uh, hát, hogy mondjam, miután a két állam közül, ugye Ausztria és Magyarország közül Magyarország volt ebbe az irányba inkább érdekelt, uh, ezt így ugye a magyar, uh, hogy mondjam, Lepassz, nem azt mondtam, hogy teljesen lepasszolták a magyaroknak, de informálisan sok tekintetben igen. Tehát például a, az 1860-as, 70-es évek fordulóján a belgrádi konzul, a Kállai Béni, az például előbb jelentett az Andrási Gyula akkor még miniszterelnöknek, hogy mi újság Belgrádban, mint a saját külügyminiszterének. Hmm. Tehát uh, itt a magyar érdekek nagyon erős voltak, és ugye Andrási eleve úgy lett, már magyar, úgy lett közös külügyminiszter, hogy, hogy, ezeket a magyar, a magyar külpolitikai érdekeknek megfelelő koncepciókat ugye vitte magával Bécsbe. Na most a... Sőt, tehát igazából nem is annyira titkoltan, ugye Andrássy olyan külpolitikai koncepcióval vette át a közös külügyminisztériumot, hogy a, az Oroszország ellenében alapvetően nem ellenséges Ferenc Józsefet, Meggyőzze arról, hogy a, a szláv kérdés, a pánszlávizmus, illetve a monarchiának a, a, a nagyszámú szláv lakossága miatt előbb vagy utóbb elkerülhetetlen lesz a monarchia és Oroszország fegyveres konfliktusa. Tehát, hogy András ezt axiomának tekintette, hogy, hogy ez egyszer be fog következni, hogy a monarchia és Oroszország egyszer háborút fog vívni a, a szláv kérdés miatt. És ehhez pedig a legerősebb szövetséges, aki szóba jöhetne, az Németország. Ugye, Ausztriában azért van egy sértettség a Königréci vereség miatt, 1866-os Königréci vereség miatt. 1870-ben a porosz-osztrák háború időszaka alatt uh, Bécsben arra is nagyon komoly szándék van, hogy Franciaország oldalán háborúba beszállva revansot vegyenek König és megtámadják Poroszországot. Ezt egyébként szintén András Siék, akkor még miniszterelnökként uh, ugye Bécsben nyargalnak, illetve akkor már vonatoznak, és Mondják, hogy nem, mert erről szó se lehet. Mert ugye a Németország az egy potenciális külpolitikai partner Oroszországgal szemben, és akkor ugye a monarchia végül is ki is marad ebből a háborúból. Tehát uh, itt, itt a felé mutat a külpolitikai uh, irányvonal Andrási kezei között. Ugye Andrási már 1871. novemberre volt a külügyminiszter, ugye 1875-ben kezdődik a Balkánon a, a ribillió. Uh, és nagyon okosan, tehát taktikusan jár el egyébként Andrássi. Andrássi köt egy titkos egyezményt, egyébként az oroszokkal, még a, arra már nem emlékszem, hogy még mielőtt az oroszok beléptek volna a háborúba, vagy még a, amikor még zajlott a, a, az orosz-török háború, pont Budapesten egyébként, amelyben a megígérteti az oroszokkal, hogy bármilyen tervük van a Balkán átrendezésével kapcsolatban, azt előbb megbeszélik a monarchiával, és úgy egyébként, hogy nagy vonalakban abban állapodtak meg, egyelőre konkrétumok nélkül, hogy a Balkánnak a keleti fele, az majd orosz, a nyugati fele, amelyben akkor már Bosznia-Hercegovina, Montenegro esne bele, az pedig monarchiának az érdekszférájába fog tartozni. Azt Andrássi mindenképpen el akarta kerülni, hogy a monarchia déli határainál már ekkor kialakuljon egy nagy délszláv állam. Ugye a szerbek erre vonatkozóan nagyon ambiciózusok voltak. Ők mert a, a, 19. század első harmada, az 1830-as évek óta ö, egyiket a horvátok is, meg a szerbek is, amikor ez az illír leszármazásnak a tudata, ö, az, hogy itt az összes délszláv az ugye egy népből, az illírekből eled, és hogy hát ezeket egyesíteni kéne. Amikor ugye már a a, a horvát nyelvjárást, ugye a szerb felé kezdik közelíteni Gajék, Rudovit Gajék. Tehát onnantól kezdve ez a délszláv állam megteremtésére irányuló kísérlet, ez azért ez, 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 ez a délszláv népekben ugye gondolkodásában benne van. Adrási, és a magyar uh, politikai ezt ebben, ebben, nagy veszélyeket lát, hiszen egy ilyen állam majd ugye akár területi követeléseket is megfogalmazhatna a monarchia felé. Na hát ugye ez, így állunk ugye külpolitikai uh, Külpolitikai tekintetben, tehát látható, hogy, hogy egy több tényezős, több tényezős a történet, és hogy ugye nagyon mondjam, a, 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 az összebonyolódott szálak közepette nagyon nehezen lehet lavírozni. Tehát ugye Andrássy köt egy ilyen megállapodást az oroszokkal, amit az oroszok aztán nem fognak betartani a Stefánói Békében, Mert úgy vannak vele, hogy tényleg annyi emberükben, meg, meg energiájukban került a törökök legyűrése, hogy úgy gondolták, hogy akkor innentől kezdve önhatalmulak szabhatják. Tehát a hát Balkánok Akkor A, Balkánnak se, akkor a, a Balkán a keleti felén voltak, tehát nem a nyugati felén? Hát uh, uh, egyrészt abban már semmi nem utalt arra, hogy a. Tehát a Szafánói békében semmi nem utalt a monarchiára, hogy a monarchiának uh -huh. járna valami. Uh, nyilván Szerbia is, uh, úgymond, orosz lekötelezett lett volna. Ráadásul ö, egy nagyon nagy ö, bulgár államot, bu, államot hozott volna létre, a San stefano békértelmében egy nagy bulgár állam jött volna létre, Szalonikivel, illetve a mai is lényegesen nagyobb területtel, amelyben akár orosz csapatok is állomáshoz volna, tehát úgymond az orosz haderőnek a balkáni jelenléte az innentől kezdve tulajdonképpen állandó lett volna. Ez is zavarta egyébként Andrássink kívül minden, minden nyugat-európai hatalmat is. Tehát az orosz hadsereg az, az a, 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 a Dneperen túl. Mm -hmm. Akkor a legjobb az a, a Dneperen túl van. Vagy a, a, a nyesteren. És mm -hmm. ö, tehát igazából már ekkor fölmerül a monarchia vezetésében akár a nyílt háború gondolata is. Tehát, hogy, hogy a közös minisztertanácsokon, amelyek a monarchiának a közös minisztertanácsaiban ugye a közös miniszterek vesznek részt, illetve mindig jelen van a két miniszterelnök, az osztrák és a magyar miniszterelnök, illetve a tárgyalt témától függően valamelyik reszort miniszter is. Jellemzően a katonai kérdésekben is mindig meghívták a pénzügyminisztereket is, mert beszéltünk arról, hogy a háborúhoz pénz kell. És közös minisztertanácsokon 1977-ben, 78 ban többször is megvitatják a háborúnak a kérdését. Tehát a monarchiában az is fölmerül, hogy egész egyszerűen meg kell támadni Oroszországot. Mert olyan szinten sérülnek a monarchia balkáni érdekei ezáltal. Ugye hadászhatilag végül is van benne logika, hiszen ugye a cári hadsereg ugye a Balkánon van lekötve. Ha uh, ehhez ugye bevonulnának hogy az Alduna vidékére, akkor az anyaországtól már is vágták volna, úgymond a cári haderőt. Itt ugye erre vonatkozóan vannak tervek. Ezt egyébként a magyar uh, politikai elit meg a közvélemény támogatta volna. Tehát ugye egy nagyon orosz ellenes és török barát egyébként a magyar közvélemény. És kifejezetten sürgetnék, ugye, a Törökország megsegítését. A Magyar szempontból a Törökország nagyon jó szomszéd. Tehát a Szávántól délre a törökökkel a 19. században nem, hogy probléma nem volt, hanem hát befogadták Kosutot, Buda Budapestről diszkardot küldenek a török hadvezérnek, önkénteseket toboroznak, sőt, ugye egy 48-as párti képviselők is érintettek egy, ilyen nagyon kalandor vállalkozásban, hogy ugye Erdélyből egy ilyen kis lopas csapat törjön ki, és hát ott zavarja meg az orosz hadseregnek az utánpótlási vonalait, robbantsanak fel hidakat, meg ilyenek. Tehát, hogy a magyar közvélemény az kifejezetten török barát és orosz ellenes. És egy kicsit az realitásoktól <laughs> elszakadt. Ugye egy orosz hadsereggel szemben, hát nem biztos nem biztos, hogy sok esély volt, pláne egy ilyenfajta szabad csapatoknak. A te De túlléptük már nagyon műsoridőnk felét, úgyhogy most tartanunk kell egy kis gondolkodási szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést Schwarzwölder Ádámmal, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos munkatársával. És akkor folytassuk a beszélgetés Schwarzwalder Ádám történéssel, a Veritas történetkutatóintézet és Levéltár Tudományos Munkatársával. Köszönöm, hogy fölvázolta így a helyzetet, ami Bosznia okupációjához vezetett, de most térjünk vissza azért Szél Kálmánhoz, hogy ő valamennyire mellette volt, de hát látva mindezek, tehát ő, ő, mondjuk nem azok közé tartozott, akik így puff belementek volna egy háborúba, hanem ő neki meg kellett nézni pénzügyűjtszerként, hogy mi mibe kerülne, és mire van. Pénz, mit veszélyeztetne egy, egy ilyen ö, háború, amire mondjuk ö, maga ö, Bismarck is azt mondta, hogy egyetlen ulánus életét sem éri meg az, hogy azt hiszem ezzel kapcsolatban mondta, hogy, ö, hogy ők ö, részt vegyenek egy ilyen háborúban. Mármint hogy ö, Hát Németország speciál ebben a kérdésben annyira nem volt érintett. <laughs> egyébként igen. Jó, ugye most ugye a magyar kormány felé e, tulajdonképpen, tehát ezért is hangsúlyoztam a magyar közvélemény álláspontját. Tehát azért a magyar kormány tartósan a magyar közvéleménnyel ellenkező álláspontot nem képviselhet Bécsben. Illetve, sőt, egyébként próbálták is a magyar közvéleményt képviselni. Azt hozzá kell tegyem, hogy amikor ilyen Közös minisztérium tanácsok voltak, akkor a magyar kormánytagok általában mindig a háborúra szavaztak. Uh -huh. Egyébként. Andrási és Tisza Kálmán az ellen érveltek mindig, hogy, hogy hogy fegyverrel szerezzünk érvényt a monarchiának, és támadjuk meg az oroszokat. És érdekes módon, pont a katonák, Ferenc József, illetve a Ferenc József nagybátyja, az Albrecht főherceg, a hadseregnek a főfelügyelője, ő, ők voltak a háború ellen. Mondván, hát, hogy, mondván, a mondván, mondván hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy a monarchia Egyébként a balkáni fronton le is lehet győzni. Abban, hogy le lehet győzni a cári haderőt a balkánon, az az egyébként benne volt a pakliban. Kimerült, már évek óta az rendben van, de azt mondták, hogy és akkor utána mi lesz? Tehát, hogy a monarki hadereje el fog veszni az orosz térben, Ezt mondta konkrétan, hogy a főherceg. Jó? No. És akkor még jöhetnek mondjuk az uzsoki hágó felől is jöhetnek oroszok, hogyha... Na szóval... Jó, tehát... Ö, ö... Csak, ez, csak, csak csak hogy a magyar fél az alapvetően egyébként háborúpárti. És amikor a legközelebb áll a monarchia a háborúhoz, akkor az 1878. februárja. Mert akkor, ha nem is egyértelmű, fekete-fehéren, de, de úgy sejthetően érkezik szövetségesi ajánlat a britektől. Ö, mondván, hogy a britek, a britek adják a flottát, meg adják a pénzt. A britek mindig ilyenek. Nem, tehát, hogy uh, ugye a adási hát egyébként a magán a minisztertanácson uh, ezt egy verbis elmondásra is kerül, hogy, uh, hogy ugye a monarchia. Nak az anyagi helyzete olyan, hogy tartós háborút nem engedhetnek magának, ezért, de a britek szívesen adnának pénzt. Tehát, hogy a britek adnak pénzt, meg a flottájuk ott van, meg hát majd nyilván azért valami expedíciós haderőt azért küldenek, de hogy, hogy a brit szövetségben a monarchia támogatja Oroszország és ugyanazok az érvek hangzanak el, hogy a magyar közvélemény támogatná a háborút, ezért Tiszai Kálmán is támogatja a háborút, András is támogatná az orosz elleni háborút. És ezen a nézhetés, az Cél is ott van már, és neki sincs ez ellen ellenvetése egyébként. Tehát ilyen szempontból szél is a magyar kormány, illetve a magyar politikai elit álláspontját hozza, ami alapvetően török barát és orosz ellenes. Viszont a minisztertanácson leszavazzák őket, tehát a többség, katonai vezetők, az osztrákok, mondan, hogy az osztrá... mondan az osztrákok, hogy ők megértik a, magyar, a magyaroknak az orosz ellenességét, de, de hogy, Tirolban, meg, meg, meg Zászburgban nem, nem az ottani embereket meggyőzni, hogy nekik most azért kell áldozatokat hozni, mert valahol messze az orosz... Tehát, hogy ők, nem, ők, nem, fogják föl, hogy Oroszország az reális veszély lenne, Ausztriára. Hogy ők ezt, de, de a magyarok mindig mondják, hogy na majd csak várjátok ki, mi lesz a szláv kérdés vége, meg majd a csehek, meg stb. De ugye ez egy ilyen állandó nézetkülönbség. No, a lényeg a lényeg, hogy 78. februárjában Szélkámár egyébként nem emel szót a háborús erőfeszítések ellen. Tehát ő is belátja, hogy ha úgy van, akkor erre szükség lehet, és azt mondta, hogy valamennyi pénz azért, azért van rá. És ekkor már eldöntik, hogy azért a monarchia igyekszik felkészülni arra, hogy fegyverrel szerezzen érvényt az érdekeinek, és konkrétan eldöntik, hogy Bosznia és Hercegovinát meg fogják szállni. Egyrészt, hogy ne legyen a szerbeké, egyrészt, hogy az oroszoké se legyen, és tehát, hogy egyébként összehívnak egy európai kongresszust, ez lesz a berlini kongresszus, ahol diplomáciailag próbálják elszigetelni az oroszokat, és rávenni őket, hogy a szánsztefánói békében a törökökre erőszakolt feltételeket azokat módosítsák, és, és kicsit azért fogják vissza magukat, a az igényeiket, illetve amelyen nemzetközi felhatalmazást szereznek, Bosznia-Hercegovina hát megszállására, annektálására ez még képlékeny. Hogy, 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 hogy teljesen államjogilag is a monarchia részévé lehet -e tenni, vagy csak megszállhatja a monarchia. Ugye végül is ennek a Berlini kongresszusnak az lett az eredménye, azt hagyta jóvá, hogy a monarchia okupálhatja, tehát katonailag megszállhatja és igazgathatja ezeket a tartományokat, Boszniát és Hercegovinát, de államjogilag továbbra is az oszmán birodalom része marad. Tehát tulajdonképpen az a szultánnak a felségtegyülete elvileg, de gyakorlatilag minden tekintetben a monarchiához tartozik. Ugye ez az állapot majd 1908-ig lesz így, amikor a monarchia formálisan is annektálja majd, és ugye mm -hmm. e tartományába teszi bosznia hercegovina de az egy teljesen külön fejezet. Tehát okkupálásra okupálásra kap monarchia felhatalmazást, ez Bécsben egyébként ö, kicsit, tehát Ferenc József, hogy mondjam, olyan, ö, hát presztíz szempontból nem túl patinás ez a megbízás. Amikor megérkezik a pályaudvarra, akkor ugye Andrásit Berlinből visszaérkezik, hogy a macskazenével fogadják Andrásit, hogy, hogy ő azt szeretik volna, ha legalább azt kiárja, hogy úgy szépen formálisan akkor akkor meg el lehessen foglalni ezeket a tartományokat. No, mikor eldöntik, hogy ez lesz a, kül, hogy ez lesz a cél, ez még 78, még a Berlini kongresszus előtt, akkor az a Közös tanács úgy dönt, hogy 60 millió forintnyi hitel, közös hitel, felvételére fog engedélyt kérni a delegációktól. Tehát, hogy ez osztrák és magyar, részről. Így, így van. Így van, így van. Tehát ugye, ebben a hitelben. Így van, így van. Tehát, ugye az osztrák-magyar monarchia szempontból ugye, tud hiteleket fölvenni önállóan a magyar kormány, meg önállóan az osztrák kormány is, és akkor közös célokra, ha úgy van, akkor közös hitelt is vehetnek fel, amit majd ugye közösen törlesztenek a kvóta arányában. A kvóta ekkor egyébként, ugye a magyar kvóta az 31,4 százalék. Tehát, ugye minden közös kiadásnak, katonai, külügyi, illetve ilyen kölcsönkiadásnak is, a 31,4%-át kell fizetnie a magyar félnek, a többit az osztrákok fizetik. Tehát erről szüntönt és születik, hogy 60 millió, mert hogy úgy becsülik, hogy ha be kell vonulni Boszniába, akkor ahhoz elég néhány hadosztály, mint egy 60 ezer ember, és pár hónap alatt úgy is végezni fognak, és ezt a 60 millióból bőven lehet fedezni. Tehát ugye ez a monarchiának a, hogy mondjam, a monarchia vezetésének ez a, ez a, koncepciója, hogy pár hadosztály, kb. 60 ezer ember, és az 60 millióból el meg lehet szállni ezeket a tartományokat. Ehhez a pénzügyminiszterek hozzájárulnak egyébként. Ez, ezen a 60 milliós kölcsön ellen szélnek sincs akkor felvetése. Az osztrák kollégájának sincs, illetve a közös pénzügyminiszternek sincs. Ez adik a Berlini kongresszus, megkötik az új ugye, békét, és ennek értelmében 1878. július 29-én az erre kijelölt közös seregtestek, tehát a közös haderő több helyen ö, átlépi a szávát, ugye a Slavonski Bródnál is elkezdi ugye, a, a kijelölt tartalmaknak a megszállását. Ugye egyébként e, itt a háború következtem, hogy a Szerbia területileg is megnövekedik, meg Montanegro is területileg is megnövekedik, tehát arra figyelnek, hogy ne sértsenek szerb területet. Egyébként Szerbia innentől kezdve lesz teljesen önálló állam, ugye király, nem fejedelemség, hanem királyság uh -huh. innentől kezdve. Montenegró az fejedelemség marad. Ö, szintén teljesen önálló államként, de megvan tiltva, hogy nem egyesülhet Szerbiával. Ez fontos. Ennek a céljából a monarchia úgy tervezi, hogy egy keskeny földnyelvet, ez a Novi Bazári Szandzsák, ez a Novi Bazári, ez ugye egy ma is létező város, amely földnyelv ugye Montenegro és Szerbia közé ékelődik be, hogy ne legyen közös határa. Mm -hmm. tehát, ezt, ezt, is úgy tervezik, hogy ezt is megszállják otthon, a monarchia ott helyességet állomásoztat, hogy ne egyesülhessen ez a két délszláv állam. Köszönöm, hogy ezt elmondja, mert ez a mai hírei, mostanában a hírekben is ez a szandzsák, ez mindig szerepel. <laughs> ez volt a szandzsák, igen. Ez, tehát, ez jó, jó, tehát, jól kifundálta ezt egyébként a monarchia, és egy papíron nagyon, jól, nagyon is jól nézett ki. Csak hát, hogy az eltelt egy-két nap, és már akkor látszott, hogy itt a békés, ünnepélyes bevonulásból nem, tehát ez, ez nem egészen így fog zajlani. Egyrészt arra számítottak, hogy a helyi lakosság az majd örülni fog, hogy hát az elnyomó török, archaikus viszonyok helyett, hogy egy nyugati nagyhatalom, a monarchia majd elviszi a, a nem tudom mit, a civilizációt, a világosságot ezekre a területekre. De nem, tehát ahogy általában lenni szokott, a helyi lakosság az köszöni szépen, de nem. Tehát nem szeret idegen katonaságot a nyakába, soha senki. Tehát ők, ők nem azért lázadoztak a török uralom ellen, hogy akkor most majd a monarchia gyámkodása alatt uh -huh. éljenek. Az ortodox vallás, hogy a szerbek sokkal jobban szerették volna, ha szerbek. Uh -huh. Ki lesz bosznia hercegovina A muzulmánok, köszönik szépen, jól el voltak, lettek volna a, az oszmán uralom alatt is. A lakosság kis hányan lett kitevő katolikus horvátok, akikre így lehet számítani Hercegovinában, és egyébként Hercegovinát viszonylag egyszerűen meg is lehet, el is lehet foglalni, Az, hogy a Dalmáciából indul egy seregtest észak felé, Mostár, uh -huh. felé, míg ugye a fő erők azok a, a, a Szávától, Brodtól, egyenesen Szarajevóba, Szarajevó irányában nyomulnak. Aztán augusztus harmadikán, például pont magyar, ö, a, 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 be, a, bevetett haderőnek a többség egyébként magyarországi volt, tehát értelemszerűen földrajzilag innen volt egyszerű átcsoportosítani erőket. Tehát az öt lovas ezredből négy magyarországi volt, a 39 gyalogos hadosztályból pedig talán 24 vagy 26 szintén magyarországi kiegészítési területű a katonaság, és érkeztek a fiaskók. Tehát ott például Tuzlánál vagy Maglánál egy egész zászlóanyi huszárt csalnak törbe, Ugye a helyek elég nagy vérfűdőt rendezve, és hát látszik, hogy bő nem lesz békés bevonulás. Tehát, hogy a kijelölt, erre a, cíli, a kijelölt haderő az, az nem elég a célok elérésére. Magyar részről pedig ez azért is nagyon kínos, egyébként, mert pont 78 augusztusának elején országgyűlési választásokat is tartanak. És ezekre a magyar országgyűlési választásoknak a fényére már itt a kezdeti kudarcok árnyékában kerül fény, és hogy a, a szabadelvű pártnak az a 80 os többsége, ami 1878-ban még megvolt, az 1875-ös választ, 1878 augusztusi választások, amikor az okupáció árnyéka miatt, ez ilyen 51-2 ra hát 54-55 ra esik vissza. Tehát oké, okay, hogy megnyerik a választásokat, de a korábbiakhoz képest nagyon lecsökken a kormánypártnak a, a fölénye. Ez azért, tehát egyszer van egy ilyen jellegű probléma, hogy hogy a magyar közvélemény orosz ellenes és török barát. Erre most mit csinál a monarchia? Megszáll két török tartományt, és ezt a magyar közvélemény már nehezen, nehezen nyelibb. Az orosz háborút azt támogatták volna. Az, hogy itt a törökökkel, a törökök nem állnak ellen, tehát török katonaság, formális török katonaságban nem kell harcolni boszniá Hercegovinában, de azért fegyvert, meg ilyeneket hagynak ott a helyieknek. Török tartományokat foglalunk el, igazából miért is? Jó, ne legyen nagy délszláv állam, de hát nem arról van szó, hogy Boszniában minden második hegy aranyból vagy gyémánból lenne. Hát ez egy lepukkant, szegény vidék, és hogy a remélt, remélt, haszon az, az nagyon alacsony. Tehát a háború népszerű, az okupáció már nagyon népszerűtlen Magyarországon. Tisza és a kormány tartja a hátát Andrássinak, tehát ők próbálják ezt Bécsben hangozhatni, hogy az okupációt nagyon gyorsan be kéne fejezni, de hát, de hát nem igazán, mert hát mégis csak a magyar közös külügyminiszternek a koncepciójátnak, a királynak a külpolitikai, és ez az mégiscsak azért védeni kell Magyarországon. Tehát tudják, hogy ez egy népszerű, tehát a kormány kénytelen politikai tőkét elégetni arra, hogy a Magyarország gyűlésben és a magyar közvéleménnyel szemben magasabb, magasabb célok miatt véd egy népszerűtlen álláspontot. Ez azért a többeknek nem tetszik, szélnek sem tetszik, mert beszéltünk arról, hogy az a népszerűségére mindig nagyon érzékeny volt. A másik dolog pedig, hogy ahogy tehát, ugye augusztusban először még további kettő, aztán még további négy hadosztály mozgósítását rendelik el, akiket Boszniába küldenek, ugye a tervezett 60 ezerről 280 ezer főre növekszik a közös haderőnek a létszáma Boszniában. Tehát sokszorosára. Most nyilván ezt a haderőt nem lehet a 60 milliós közös hitelből finanszírozni, illetve hát ugye időben is kitolódnak a hadműveletek. Tehát több lőszert puffogtatnak el, több utánpótlás kell, megdrágul az egész. Először kérnek még 21 milliót, a hadvezetés kér még 21 milliót, így, így septiben, ezt augusztus-szeptember fordulóján még szintén megszavazza szél is. Tehát ehhez még szél is hozzájárul, bár akkor ő is, és az osztrák kollégája is már nagyon csengeti a végharangot, hogy jó, ezt a pénzt még előteremtjük, de, de be kell fejezni ezt a hadműveletet, mert nem lesz több pénz. Augusztus 19-én a monarchiának a hadere csapatai elfoglalják Szarajevót is, de ez egy, ugye bozasztó nehéz terep Bosznia, és az a helyzet, hogy ezt itt négyzetméterről négyzetméterre, hegycsúcsról hegycsúcsra pacifikálni kell. És a lázadók száma az olyan hát 50-60 ezer főre is tehető akár a monarchia ellen. Mm -hmm. Ugye, akik gerillaharcmodort folytatnak, ez nem arról szól, hogy itt tízezer ember nyílt csatában kiállnak a monarchia ellen, hanem kicsit rájuk lődöznek délután kettőkor, akkor elbújnak az erdőbe, akkor este hat óra, akkor megint kicsit rájuk lődöznek, akkor megint elbújnak az erdőbe. Tehát egy ilyen nagyon kellemetlen, reguláris haderő számára nagyon kellemetlen hadviselésre vannak rákészítve a monarchia csapatai. És egyébként az, ember, az emberi az ember vesztesége olyan körülbelül 10 ezer fő lesz a hadjáratnak a végére. 3700 az elesettek száma, aztán sokan ugye járványban, valamilyen betegségben halnak meg, és a sok olyan, a lerokkant, illetve a sérültek száma is. Hát hiába foglalják el a monarchia csapatai szarajá volt, ez még mindig nem elég. További harcokra van szükség, és 1878. szeptember 17-én van egy újabb közös minisztertanács, amelyen a közös hadügyminiszter, Bülent bülántrájt táborszer nagy, azt mondja, hogy köszöni szépen az eddigi 61 millió, vagy 81 milliót, ugye 60 meg 21, ebből a monarchiának a, tehát ebből a háborút november végéig tudja, tehát novemberig, most október végéig, novemberig tudja finanszírozni. Akkor bejut a tél, új felszerelés kell, téli egyenruha, stb. Tehát november-decemberre még 30 millió forint fog kelleni, aztán 1879 első fél évére pedig még 82 millió. Na most ezeknek a számoknak a hallatára a szél meg a mindenkit elhüledezik, és mondták, hogy hát értik, hogy ennyi kell, de nincs. Tehát, hogy ezt az összeget előteremteni nem lehet. Persze, kölcsönt azt lehetne még fölvenni, de azt meg nem lenne, miből visszafizetni. És azt mondta a szél is, hogy, hogy ő ehhez nem adja a nevét. Tehát ő egész egyszerűen nem. Ugye Ferenc József erre azt mondja a minisztertanácson, hogy hát érti, ide akkor most mi legyen? Tehát, hogy visszavonulni nem lehet. Tehát, hogyha a monarchia azt mondja, hogy köszönjük szépen a Berlinben rák feladatot, és nem hagyjuk végre ezt az okupációt, az olyan szintű presztízs veszteség, amit szerint, most, ha már belekeztünk, akkor ezt a hagyáratot Tök mindegy, hogy milyen áron, de be kell fejezni. Tehát az ő érvelése is érthető, és szél nekiáll vitatkozni az uralkodóval, mondja, hogy már pedig nem. Tehát ő, őt nem érdekli, ő ehhez. Ő erre nem tud pénzt, és nem is akar. Tehát pontosabban, ahogy előre, olyan rendkívüli pénzügyi eszközökkel, ahogy ezt a pénzt elő lehetne teremteni, desparátus módon, ő úgy meg nem hajlandó. Tehát köszöni szépen, akkor ő, akkor ő lemond. Tehát összevesz az uralkodóval, hogy ez nagyon nem illett egyébként, tehát ez nagyon áthágta itt a protokolt a, a szélkámán és tulajdonképpen ezt követően, ugye nem is ment el a következő magyar minisztertanácsi ülésre, meg a közös minisztertanácsi ülésre sem áll, hanem a szél közölte a minisztertársakkal is, hogy szélkámán beadta a lemondását, és hogy még idéglenesen sem, tehát amíg az utódját megtalálják, addig sem volt hajlandó, tovább vinni a pénzügyminisztérium vezetését, hanem sértődöttem félre át. Ez a korszakban nagyon-nagyon ritka volt, tehát ilyet nem illett az uralkodóval csinálni. Ha az uralkodó jelezte, hogy elégedetlen valakinek a munkájával, akkor, akkor illet lemondani, de az uralkodóval nekiállni, nyíltan vitatkozni. Amikor ő már elmondta a, a, a döntését, akkor ezt, 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 nem illett. És ugye Ferenc József sokáig sértődött is maradt a szél irányában. Hát ez a lemondás történet. Itt kell abbahagynunk. most, és akkor majd majd folytatjuk egy következő alkalommal. Köszönöm. szépen befejeztük, tehát ez a Ez a lemondás történt. Hát utána, utána, jön még jön, szélnek a, a, lemondása a utáni időszak a, tevékenysége. Köszönöm szépen, Schwarzwölder Ádám történészt, a Veritas Történetültető Intézet és Levértát tudományos munkatársát hallották. Köszönöm szépen.